Alors, pas ma vie, quoi. Most viszont kilométeresről van mindenhol. Nem tud olyan drága lenni, hogy ne álljon mindenhol sor. Sziasztok, innen a Hungaroringről jelentkezem. Levent egy-két futam. Itt van Zoli is, sziasztok. Egyébként Kocsi meg Bence is itt van valahol, csak valamerre elmászkáltak. Ők is elmentek. Mindegy, hát én meg most teszek egy kétbetűs kitérőt, így most, hogy értemnek. Egyébként érdemes magyarok, volt kijönni, igen. Magyarok megint dobogós helyezést vitték. Igen, második helyezett lett nagy Dani, úgyhogy már csak de azért helyezett kijönni, igen. A magyar csapat viszont 1-2, tehát a magyar csapat 1-2 bejött, a konstruktőrben így még több pontot szereztek. Egyébként ez a TCR kupa, ami a VTCR-nek a kisebbik, tehát a sorozata, és ebbe van vagy 7, azt hiszem, vagy mennyit mondott a csávó, azt hiszem 6 vagy 7 magyar versenyző. Bizony, nagyon sok magyar versenyző volt. És nagyon jó, hogy ennyien vannak. Igen. Na látod, ezt a nálam jobban tudod, köszönjük ezeket az érdekes információkat. Hát, az túlzás, hogy nálam jobban tudod. Néha szoktam azért követni, azért szoktam ám követni a kisebb sorozatokat is, meg a VTC-t. Én annyira nem szoktam úgy, hogy a Zolinak most megköszönjük ezeket az információkat, hogy egy kicsit többet tud erről, mint én. Jó, menjünk akkor tovább, jó? Na, csak egy gyors bejelentkezés, hogy szerintem életem legdrágább sörét fogom most meginni. Képesek voltak azért a Gösszenél 800-at elkérni. Egyébként szerintem most valaki azért 150-ért megkapod ugyanezt, de hát mindegy. Egyszer lehet azért dőzsölni, meg most úgyis a héten volt a fizunapos, még van miből. Úgyhogy egyelőre most még elbasszuk a pénzt ilyenekre. Nem baj. De legalább jó hideg, tehát... Igen, legalább hideget. Különben így azért meg sem vettem volna, hogy idő, hogy ennek ebben legyen, és mégis még pofádol, hogy sokat kérdek érte, de... Sziasztok! Kapcsolják a biztonsági élveiket.
Jó, jó, az meg jó. Hát ahogy szóljuk, mert szerintem ilyen állapotok kedvően közel kerülne a céges végére, hogy végetési manőverrel próbálkozhassak. Beszakantik a kamera. Teljesen kézben tartja ezt a kutatot, rajtál neki szerezte Ben Fiskát, és gyakorlatilag azóta vezet 2 millióra.
érkezik a győztes idén hetedszer Feri Petrugovic! Pierre Guidi jön a harmadik helyen, Frank Ueda, aztán Daniel Serra.
ed ora con i varanti Bradley Ellis, Daniel Di Amato, Raffaele Gianmaria e David Pereira Sergio Tins. Venturini e Giocotisa Orbani che ormai non è fornuta con G8, 25 senza salute libere. Thank you.
Martin Gyurgyék is. Szintén bent a boxban Kresztán és Ramos. Először így kívül, bocsában egy ilyen mindent kell. Nem, de már megyünk a buszhoz. Egy 25 perc múlva indul a busz, ahhoz igyekszünk. De itt van mindenki. Bence, Kalcsi, meg Zoli is. És elhagyjuk a pályát. És itt tovább megyen eső, és kb. 10 perc alatt elsétálunk a buszmegállóig. Ja, na már ez az Bence, úgyhogy azért Bence megmondta a tutit. Igen. Tudod, és arra egyébként YouTube-on csak stílussal tudtak elhelyezkedni. Még eddig senki sem mondta, hogy ízé vagy. Diszlájkoljátok a videóban. De én szoktam mondani, hogy diszlájkoljátok. Te tőlem loptad, nem? És különben is iratkozzatok fel, mert már nem sok kell majd az 1700-hoz, úgyhogy hajrá. Leiratkozni kell. Páran leiratkoznak, akkor még több fog kelleni. És ne felejtsétek el ezért adanit elküldeni az anyjába a kommentekbe. Kommentekbe lehet. Azt lehet moderálni. Bencét már is ismerjék, aki gameplay-es nézé, ő szokott vézselni helyettem általában. Vulgáris maximális. Hogy lassan elérünk a főbejáratig. Úgyhogy gyere ide. Ide. De ott van Kalcsi meg Zoli is a háttérben. Zoli is éppen vlogol. Csak egy ilyen utahány. Ja, Zoli. A Dani az direkt széles... Na, hogyha még Kalcsi is vlogolna valamit, egyébként itt lakál is ütjön meg a cedet. Igen. Igen. Összességében egész korrekt. Megint a videósok összejöttek egy helyre. Ja. Csak most Kalcsi nem vlogol. Mondjuk igaz, hogy csak a legjobb. Kalcsit ismertinek triplakáként a YouTube-on. Nagy élmény. Hamarosan megnéztük mindent, ebből is lesz majd videó. Nekem a kedvencem a Mercinek a hangja volt. Nekem az viszont jó, igen. Meg talán a BMW, azt hiszem, hogy a BMW, vagy a Lamborghini volt iszonyat jó hangja. Van meg, meg rengeteg autó volt, amik a Need for Speed-ben is ismerős volt. Festésben is, meg a típusban is. Fel, amikor mind az összes, nem tudom. És nem tudom, hova nézek, basszis. Mint mindenki. Mindenki nem szkandolod. De tényleg triplakál, te miért nem ezért vlogolsz? Nem akartam vlogot csinálni. Neked nem lesz így a csatornáról se vlog a mai napról, nekünk lesz. Nem baj, nekünk is meg csinálják, ha már így is kettünk. Az igaz. Elvigyem valami képet, vagy az ő videót. De triplakál média celeb lesz szintén így, egyszerre két kamera is veszi. Két teljesen különálló ember videózza őt. Bizony, hát média celeb lesz, hirtelen két kamera is veszi. Úgyhogy szerintem akkor ennyi majd. Buszról még lehet, hogy jelentkezem, vagy Újpestről, amikor már otthon vagyok, tudja. Úgyhogy lehet jelentkezni. Hát egyre visszamegyünk Városkapuig menetlen szerinti busszal, aztán onnan meg ki, ahogy tud, hazamegy. Ne felejtsük el 321-es lopban. Nem is tudom, melyik kell menjek, lehet, hogy megyek a 196-os, ami van, amikor arra megy, aztán onnan meg majd. Nézzé, valamelyik hetessel, meg aztán villamos. Egyébként eredetileg itt voltunk, csak... Hát megjártunk az összes izét. Hát meg aztán megtaláltuk a fedett pályás tribünt is, meg mindent. A srácok egyébként... Ahonnan jobban lehetett látni a pódiumra, szél egyenesre. Én inkább ide a kanyarokhoz ülnék. Hát lehet, hogy itt... Hát minden szempontból másra jobb, mert itt az első kanyarban valószínűleg több akció volt, de... De ott meg a pódiumot nem láttuk volna, mert nem láttuk volna rajtot. De itt se láttuk a pódiumot. De a pódiumot azt... Dehogy nem, amikor Nagy Dani második volt, az pont szemből tudtam menni. Azért a magyaroknál azért... Meg közvetlen közelről a rajtot is. Azért a rajtvásodról rögtön. Azért legyen, és ott a
végén ott a pót. Igen, azt tényleg, hogy azt láttuk. Gyerünk! Úgyhogy végül is nem jártunk rosszul ezzel a helyen sem. Akkor közben elérkeztünk a bejárathoz. Ne, viszlát. Hát ott még a kuminyomok ott vannak. Itt a 8-as kapunál jöttünk. Ja, egyébként igen, ez volt a 8-as kapu, itt jöttünk be. És erre kell tovább menni. Úgyhogy akkor ez egy, de most elköszönünk. Ja, itt. Nem, nincs. Mit rejtettél még át? Mi lehet, hogy ott van? Valamilyen után is az égőt. Hoppá, tényleg. Mindjárt olyan eső lesz ezután. Most már eshet igazából, már mindegy. Igen, hazaérünk, addig rá eshet. Amíg eddig is esett volna. Hát mindegy, a buszon már nem fog esni. Mindegy. Hát mindegy, innen már egy is csak egyenesen. És amint mondtam, hogy ez nagy élmény volt, főleg a magyarokat látni, így a dobogolni, meg minden. Ez iszonyatabb élmény volt ez is. Amúgy kb. Két év után először jutottam ki a ringre, megint ez a VSR után. Én meg a 11 év után. Zoli vlogolás közben, így. Most igen. Igen, meg a videósok videósok egymás videózzák. Mindig. Valahogy mindig. Nincs olyan, hogy elindítja két ember. Most hát tegyük fel ti is, hogy nem tudjátok egy másra. Elindítják a kamera már. Jó, srácok, majd még szerintem... Én itt most elköszönök végleg, és talán még a buszon egy-két snitet fölveszek, és akkor ezzel zárom a videót. Hát ez nagyjából ennyi is az egész nap, igen. Már rengeteg videót veszem föl anyagot, úgyhogy köszönöm nektek figyelmet, srácok, remélem tetszett. Ha igen, jelezzétek egy like-ot, és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen! Kocsi like-ot mindkettőnket! Köszönjük mindenkinek a figyelmet, Kocsi és a nevében is. Mert a kamion a miénk, és el akarunk menni vele. Ez biztos megél vagy 40 ezeret. Ja, egyébként ez itt a másik főbejárat, vagyis hát az egyik, ami csak Forma 1-es idénykor van szerintem nyitva. Meg itt van egy pályarajz is, ezt még így megmutatom. Sehova nem menjék. Maradj ott, egy kis teherautó van még a parkolónál. Hogy itt lehet látni magának a pályának a vonalvezetését, így nagyba. És Forma 1-es idén, meg szerintem itt is be lehet menni. Ja, és egyébként ennyien várnak a buszra, amire fel akarunk szállni. Igen, szóval. Úgyhogy lehet, hogy úgy kell magunkat fölhajtogatni, de hát végül is egy olyan kb. Fél óra a menetidő, azt kibírjuk még állva is. Hát be meglátjuk, előbb-utóbb befut a busz, azt még felveszem majd nektek. Ugyanaz? Az. Ugyanaz a busz jött, amivel reggel kijöttünk. Mondani kéne, hogy neki, hogy és pont jókor, mert közben föltámadt a szél.